Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt szombaton. Kormányzati döntés befejezik a gyöngyösi elkerülő utat. Ajándék a diákoktól a rászoruló családoknak. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Halálos közlekedési baleset történt szombaton reggel a Gyöngyös halásszal összekötő útszakaszon. Egy munkásokat szállító autóbusz ütötte egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette. Teljes útzár mellett helyszínáltak a rendőrök a Gyöngyös halásszal összekötő útszakaszon szombaton reggel. Egy munkásokat szállító busz gázolt el egy Gyöngyös halász felé tartó gyalogost. A Gyöngyös és Gyöngyös halász közötti mellékúton december 9-én reggel 7 óra néhány perccel közlekedett. Eddig információink alapján az úttesten egy 37 éves férfi gyalogosan, amikor hátulról egy érkező autóbusz elütötte, melynek következtében a férfi a helyszínen életét vesztette. A buszsofőrje elmondta, nem tudta elkerülni a balesetet, mivel nem látta a gyalogost. Amikor már ugye megtörtént a baleset, és visszaszaladtam, illetve értesítettem a hatóságokat, mentőket, rendőrséget, akkor láttam, hogy a teljesen sötét ruházatban volt, itt nem észleltem semmit a baleset folyamán, csak a koppanást, utasaim úgy szintén elmondás szerint semmit nem láttak, azt hitték először, hogy defektet kaptunk. A baleset körülményeit a gyöngyösi rendőrkapitányság vizsgálja. Gyertyák és mécsesek égtek hétvégén a balesetben tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Major András emlékére az általa vezetett szórakozóhely előtt. Volt kollégánktól búcsúzunk, aki a gyöngyösi televízióban 1999 és 2000 között híradós szerkesztő riporterként dolgozott. Ezek után a rendezvény szervező és vendéglátó szakmában teljesedett ki. András Gyöngyösön köztiszteletben álló programszervező volt, több ezer embernek szerzett felejthetetlen élményeket közel 20 éves pályafutása alatt. A vele készített beszélgetésünket holnap 18 órától láthatják a gyöngyösi televízióban. 1 milliárd forintot biztosít a kormány a gyöngyösi elkerülő út befejezésére. Ezt Horváth László rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be. A munkálatok azonban csak az engedélyek és a tervek megújítása után kezdődnek meg. Tavaly szeptemberben a délutáni csúcsforgalom idejére szervezett útlezárással próbálták felhívni a figyelmet a Püspöki és a Deák Ferenc úton élők a gyöngyösi elkerülő út befejezésének fontosságára. A kormány november 28-ai döntése alapján ennek a 11 éve húzódó ügynek a végére kerülhet pont a közeljövőben. November 28-án kormányzati döntés született a nyugati elkerülő út megépítéséről, és az építéshez szükséges előkészítéshez a kormány azonnal biztosított 100 millió forintot. Azért szükséges megint ez az előkészítés, mert a valamikori tervek lejártak, és 2006 óta, amikor is félbeszakadt az építkezés, azóta jó néhány műszaki paraméter és előírás megváltozott, többek között környezetvédelmi előírások is mások lettek. A megvalósításhoz az előzetes becslések alapján 2-3 milliárd forintra lesz szükség. Horváth László szerint az eddigi útfelújítások jelentenek garanciát arra, hogy ezúttal tényleg befejezik az elkerülő út építését. Az a garancia, amit eddig elvégeztünk útfejlesztés kapcsán, hiszen amilyen útfejlesztésbe eddig belekezdtünk, azt be is fejeztük, azt rendben át is adtuk jó minőségbe, csak szeretnék mindenkit emlékeztetni a megyehatár Gyöngyössel összekötő 25 kilométeres útszakaszra. Amennyiben sikerül minden tervet megújítani és engedélyt beszerezni, a Mátra fejlesztési programjához kapcsolódó beruházás munkálatai 2018 második felében meg is indulhatnak. Ajándékokkal lepték meg a családok átmeneti otthonában élő gyermekeket a Gyöngyösi Városi Diáktanács tagjai. A szervezők idén ezzel az akcióval szerették volna szebbé tenni az itt élők ünnepét. Az adományokat több héten keresztül gyűjtötték a gyöngyösi általános és középiskolások bevonásával. Így várták a Mikulást a családok átmeneti otthonában élő gyermekek és szüleik. Több mint 20 gyermek karácsonyát tette szebbé a Gyöngyösi Városi Diáktanács. A fiatalok több tucat ajándékot gyűjtöttek össze a gyöngyösi iskolások bevonásával, melyeket ünnepélyes keretek között nyújtottak át a kicsiknek. Egészen december 1-ig gyűjtöttük az ajándékokat minden általános és középiskolába.
Ezeket begyűjtöttük, becsomagoltuk névre szólóan, aztán kor szerint ugye megtudtuk, hogy ki hány éves, és olyan ajándékot tettünk a csomagjába. Az ajándék csomagok plüssállatokat, mesekönyveket, társas és fejlesztő játékokat tartalmaztak főként, és természetesen az édesség sem maradhatott el egyik batyúból sem. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az itt élő emberek, ugye ők nem úgy vannak, mint sok olyan ember, aki ugye megkaphatja azt, amit szeretne, és így egy kis örömet bírunk nekik is hozni a hétköznapjaikba, illetve így a ünnepek előtt. A diáktanács tagjai az elkövetkezendő időszakban sem pihennek, hiszen meleg teával és egy kis süteménnyel várnak majd mindenkit az adventi faházban. Hisz György polgármester és Fatalin Helga meggyújtották a város adventi koszorúján a második gyertyát. Az evangélikus lelkész ünnepi gondolataiban arra emlékeztetett, hogy hitünk törékeny, mint a gyertya lángja, de közeledik Jézus Krisztus, aki fényt és üdvösséget hoz számunkra. A Városi Gyermekkórus előadásával kezdődött advent második vasárnapján a közös karácsonyi emlékedés, amelyen Fatalin Helga osztotta meg ünnepi gondolatait a gyöngyösiekkel. Az evangélikus lelkész a lángot hitünkhöz hasonlította, amely törékeny, ezért vigyáznunk kell rá, óvnunk kell, hogy a végsőkig megmaradjon. Annyira védtelen az a pici kis láng, melyet ilyenkor meggyújtunk. Elég egy kis szellő, most is van. Elég egy pár csepp eső, és már is kialszik. Vagy elég csak egy nagyobb forgatag így a láng körül, és szintén elalszik. Jó lenne egyre több fény gyújtani, ahogy egyre közelebb kerülünk karácsony ünnepéhez, tette hozzá az evangélikus lelkész, aki szerint az adventi láng arra figyelmeztet minket, hogy az ember gyenge, de közeleg Jézus Krisztus, aki a világosságot és az üdvösséget hozza el számunkra. Ez figyelmeztetés a számunkra, hogy akik egyébként szeretnénk világítani, szeretnénk szép ünnepeket magunk és a szeretteink számára, milyen töredezett életűek vagyunk, de eljött már a világvilágossága, Jézus így szokta magát megnevezni, és jön hozzánk is, és adja nekünk is újra a hitnek, a reménynek, a szeretetnek, a jóságnak az erejét és a lángját. Az ünnepi gondolatok után Fatalin Helga Hisz György polgármesterrel közösen meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját, majd a Városi Gyermekkórus karácsonyi koncertjét láthatta a főtéren összegyűlt közönség. Csillagvárók címmel mutatta be hétvégén az évvégi gálaműsorát a Vidrócki Néptánc Együttes. Az adventi műsor hagyomány az együttes életében, hiszen már 25. alkalommal szólítják meg a közönséget karácsony közelettével. A műsorban idén is láthatott ünnepi kántálást, betlehemest, régi és új koreográfiákat egyaránt az érdeklődő közönség. Rég megjövendőlte a szent Karácsonyi hangulattal és adventi szokásokkal készült az év legjelentősebb műsorára a Vidrócki Néptánc Együttes. A Csillagvárok címmel bemutatott gálaműsornak különleges hangulatot adott, hogy az együttes idén ünnepli fennállásának 55. évfordulóját, ezen kívül pedig egy másik jubileum is meghatározta az idei karácsonyi műsor jellegét. Ebben az évben a 25. éve csinálunk karácsonyi műsort a Vidrócki Együttes történetében, tehát véletlenül összeesett a kettő, és úgy, ahogy mondtad, valóban ez egy ilyen számadás az év végén. A gyerekek is föllépnek, természetesen a szülőknek megmutatjuk, hogy mire jutottunk. Aztán nagyon fontos szándéka ennek a műsornak, hogy karácsonyi hangulatú. Tehát itt az adventben egy kicsit szeretnénk ráhangolni az érdeklődőket erre az ünnepre. Az évvégi gála jó alkalom arra, hogy az együttes bemutassa a legújabb és a régebben készült koreográfiákat is. A műsoron ezúttal is megjelentek a mátrai, kismagyarországi és a felvidéki, valamint erdélyi táncok is. Mindig van újdonság, most is lesz egy vadonatúj koreográfia, illetve a régi koreográfiáknak átalakított, felújított, kicsit felfrissített módját fogják látni a közönség, meg hát talán a szerkesztésben lesz egy kis újdonság, lesznek természetesen több éve készült koreográfiák is emellett. Thank you.
a Csillagvárok című karácsonyi gálaműsort a hétvégén az Egri Gárdonyi Géza Színházban is bemutatja a Vidrócki Néptánc Együttes. A Gyöngyösi röplabda MB2-be történő nevezésével lehetőség nyílt az utánpótlás csapatok számára egy új, eddiginél komolyabb bajnokságban szerepelni. A 16-18 éves gyöngyösi fiatal csapatot elsősorban a Berzenat János gimnázium diákjai alkotják, akik immár a második fordulón vannak túl az országos bajnokságban. A fiúk ezúttal hazai pályán a TF és a Dunafer ellen csaptak össze. Ez egy nagyon jó lehetőség, én azt gondolom mindenféle csapatnak, akik beneveznek erre az U19-es országos bajnokságra, mert itt már nagyon jó színvonalú meccseket lehet játszani, mint ahogy most mi az előbb a Dunafer ellen játszhattunk. Egy nagyon szoros meccset, ahol ugye a 3-0-ra most győzedelmeskedett a Dunafer, viszont a csapatunk, én azt gondolom, hogy mindenképpen előrelépett a játék tekintetében. Ez volt most a második forduló. Tehát a következő forduló az február 10-én lesz, még a helyszín nem tudjuk, és oda már most ebből az öt csapatos csoportból harmadikként tovább jutva fogják majd összesorsolni a többi csoportnak a harmadikjai között, tehát még az ellenfelet se tudjuk, illetve azt, hogy hol játszunk, csak február 10 az, ami biztos, úgyhogy reméljük, hogy színvonalas mérkőzéseken tudunk még részt venni. Dudás Bálint elmondta, jó mérkőzéseken vannak túl, de még fontos a sok tapasztalatszerzés a győzelmek eléréséhez. Mi nagyon jól éreztük magunkat, nagyon hajtottunk, először kicsit megvoltunk szeppenve, mert mégiscsak kevés meccs van még a hátunk mögött, de úgy érzem, hogy belejöttünk a meccsekbe, és egy nagyon jó meccset tudtunk játszani. Ha össze kéne hasonlítani mondjuk a TFS meccset a Dunaferessel, mi volt a különbség? A különbség az mindenképpen a technikai felkészültség. A Dunafer az sokkal komolyabb technikával rendelkezik, sokkal több edzésen a háta mögött, nehezebb volt elnök játszani, viszont jobban is élveztem. A versenynapon a gyöngyösi fiatalok a testnevelés egyetem ellen győztesként, a válogatottakkal tűzdelt Dunafer ellen vesztesként hagyták el a pályát. A következő fordulóra február 10-én kerül majd sor, ahol remélhetőleg újabb győzelmek várnak a gyöngyösi fiatalokra. Összesen 78 milliárd forintot meghaladó összköltségű beruházások valósulhatnak meg, abból a mintegy 40 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból, amelyet 430 mikro, kis és középvállalkozás nyert versenyképességének javítására, termelésének erősítésére. Ezt Rákosi Balázs Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár jelentette be. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében klaszter szervezetek, társadalmi célú vállalkozások és társadalmi szervezetek is nyertek, mintegy 3 milliárd forintot fejlesztéseikre, foglalkoztatási programokra. Az Európai Unió és a magyar kormány 50-50%-os finanszírozásában évi 4,7 millió euró támogatáshoz jut a magyar méhészeti ágazat, ami több mint 15%-kal haladja meg az előző támogatási ciklus forrásait, mondta Nagy István parlamenti államtitkár. Az államtitkár az ágazat egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy tudatosítani kell a magyar méz előnyösebb tulajdonságait a külföldről vagy az Európai Unión kívülről érkezettekhez képest. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt szombaton. Kormányzati döntés befejezik a gyöngyösi elkerülő utat. Ajándék a diákoktól a rászoruló családoknak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!